Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ma a belépési és kilépési feltételekről fogunk beszélni. Kezdjünk is bele! Szóval a tanterv elég szűkszavúan fogalmaz arról, hogy mik a belépési és kilépési feltételek. Itt például azt írja, hogy minden tesztszintre és tesztípusra meg kell határozni a belépési és kilépési kritériumokat, melyek tesztelési célok függvényében eltérők lesznek. Viszont részletezni, hát azt nem részletezi. Találtam egy angol nyelvű példát, amit bemásoltam a Google Sheetbe, ezt is látni fogjátok, illetve a videó alatt majd megtaláljátok. De nézzük pontosan, hogy mit ír a tankönyv még. Szóval a tipikus belépési kritériumok a következők. A tesztelhető követelmények, felhasználói történetek vagy modellek, elérhetőséget. Olyan tesztelemek rendelkezésre állása, amelyek megfeleltek az előzetes tesztszintek kilépési feltételeinek. A tesztadatok és egyéb szükséges erőforrások rendelkezésre állása. Hát ez igazából nem sok semmi, tehát elmondta, leírták azt, hogy minden készen áll arra, hogy el tudjuk kezdeni a tesztelést, és valószínűleg a kilépési kritériumnak is ugyanezt írják le. Nézzük is meg. Tehát kilépési kritériumnak annyit írnak, hogy a tervezett teszteket végrehajtottuk, igen, lefedettség meghatározott szintjét elértük. Lefedettségről már beszéltünk egy korábbi videóban. Itt ők ki is listázzák, hogy milyen lefedettségekre gondolhatnak. Megoldatlan hibák száma, becsült fennmaradó hibák száma, ezzel együtt a kockázatok száma, és becsült megbízhatósági, teljesítményhatékonysági, használhatósági, biztonsági szintek, és más releváns minőségi jellemzők kielégítők. Tehát itt azt kell meghatározni még, hogy mi az a szint, amit teljesíteni kell ugye a szoftvernek, és hogy azt a szintet teljesítette-e. Röviden, tömören ezek a belépési és kilépési feltételek, azonban ahogy ezt a tanterv is mondja, minden egyes teszt szintnek, vagy a szoftver életében minden egyes fázisnak megfelelően van egy teszt szint is, és a teszt szinthez kapcsolódóan mindig van egy belépési és egy kilépési feltétel. Találtam szintén egy angol nyelvű leírást, amit ebben a Google Sheetben összefoglaltam nektek. Ezt megtaláljátok szintén a leírásban. Itt az egyes teszt szinteknél megtaláljátok azt, hogy melyik teszt szint, mi a bemeneti kritérium, mit csinálunk azon a teszt szinten, mi a kimeneti kritérium, és mi az, amit szállítunk. Szerintem ez a táblázat nagyon jól lefedi azt, hogy mi az, amire szükség van. Szóval, ahelyett, hogy ezt az Excel táblát most részletesen felolvasnám, rátok bízom, nyissátok be, nézzétek végig, és hogyha vannak kérdések, nyugodtan írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, és hamarosan találkozunk.